Harmadik alkalommal rendezték meg szerdán a szakmák napját a Rudasban, amelynek célja természetesen most is az volt, hogy a lehető legjobbaktól tanulhassanak és kérdezhessenek az iskolába járó diákok. Az intézményben megtalálható összes tagozat tanulóinak érdekes előadásokkal készültek, amelyeket minden esetben szakemberek tartottak. Én a sportágazaton vagyok, és a sport által rendezett előadásokon veszek részt. Igazából ezek nagyjából olyan dolgok, amiket minden nap veszünk, de nagyon jó dolog ezt hallgatni, és újabb-újabb dolgokat megtanulni. Nagyon jól felkészültek a diákok, és hál' Isten az itteni tanároknak, mivel OK-s edzői végzettségük lesz, ezekre a dolgokról hallottak, csak megpróbáltunk egy kicsit mélyebb belemi sporták specifikusan, hogy halljanak erről a részéről is. Az iskola vezetősége nagyon büszke erre a rendezvényére, hiszen eddig minden évben nagy sikert arattak a meghívott előadók. Emellett fontosnak tartják azt is, hogy az intézménybe járó diákokat kellően motiválni tudják a saját maguknak választott szakma felé, kiemelve az adott hivatás előnyeit. Nagyon sok program van, ugye ez azt jelenti, hogy a negyedik óra után 3 órában különböző előadásokat hallhatnak, különböző ágazatú diákok, illetve utána lesz egy 6 szak vetélkedő, amivel még egy ilyen játékos vetélkedéssel lezárjuk a napot. Milyen programok is lesznek, és akkor tényleg csak néhányat felsorolva, mert rengeteg. Például az informatikánál nagyon fontos az, hogy egy gyerekeknél ebben a korosztályban nagyon sok függőség felléphet már, ugye, nem csak a számítógépek, hanem akár a mobiltelefonok használatával, úgyhogy meghívtunk egy pszichológust, aki ebben tud talán majd tanácsot adni nekik. A sporttagozatosok mellett az ügyvitelesek, a turisztikai ágazaton tanulók és a pénzügyes számviteles tanulók is több nekik szóló előadáson vehettek részt.